Teszeli Zoltán országgyűlési képviselő, Molnár Krisztián a térségi fejlesztési tanács elnöke, valamint Szőcs Gábor a Kudám Kft. Ügyvezetője írták alá azt a szerződést, amely a közforgalmú hajóállomások korszerűsítésének második ütemének kezdetét szentesíti. Eszerint a Szúnyog-szigeti hajóállomáson megkezdődhet a korszerűsítés. Decemberben indítottuk a 70-es évekbeli elavult közvilágításnak a korszerűsítését, parkolók rendbetételét, a mosdók illemhelyek kiépítését, most pedig ehhez kapcsolódóan kimondottan a hajózási vonatkozásban párnafacserék, hajózási bakok elhelyezése, mentőeszközök elhelyezése, védőkorlátok elhelyezése, napelemes jelzőbolyák elhelyezése, hajózás biztonság és személybiztonságot szolgáló beruházás, illetőleg olyan illemhely fejlesztések, amik az első csomagban nem voltak benne. A 66 millió forintos beruházása a Pannonia Szíve program keretében teljes egészében kormányzati támogatásból valósul meg. A fejlesztésekhez kapcsolódóan Teszeli Zoltán a térség országgyűlési képviselője pedig egyéb jó hírrel is szolgált. Boldog vagyunk, mert minden összeáll, és lassan azt is látjuk, hogy talán a tónak a vízszintje is köszönhetően egyrészt a elmúlt heteknek a közel háromszoros csapadék mennyiségének, mint ami ilyenkor leszokott különben hullani, másrészt pedig annak az összefogásnak, aminek az eredményeként majd a következő hetekben további néhány centiméterrel fog tudni emelkedni a tó szintje, hiszen a pátkai víztározóból közel 700 ezer köbméter víz fog érkezni a tóba. A Szúnyog-szigeti hajóállomás munkálatainak befejezési határideje március 30-a, így a következő szezonban a vendégmolókon túl megújult kikötők is várják majd a kirándulni, pihenni vágyókat.